hogy az irányító meg úgy néz ki, hogy egyszerűen csak fogta magát, befordította úgy, ahogy van az egészet, és akkor ő csak két embert fog nézni a többi közül. Ma az időkérés. Már itt most? Mondjuk nem elég fura. Igen, az mondjuk így elég érdekes, de... Jaj. Teljesen mindegy szerintem. Ugye, mivel a Sashi-nak a mapján járunk, ezért ugye a Mouse választhatott oldalt, ők egyértelműen a CT-t pikkelték, és... jó, ott még várat magára, hogy lesznek egy utility-k. Támadó oldalon már láthatjuk azonnal a Mr. kezében egy P250, egy Nade, illetve egy Flash, úgyhogy annyira nem lesz túl gondolva ez a kör. A dual berettákat talán várjuk, én azt gondolom, hogy Shui még tud dobni Brolinak is, illetve Torzsinak is. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy valami technika ördöge még megint közbeszól. Most viszont úgy van lepauszolva a meccs, hogy ugye nem taktikai időkérés. Úgyhogy még itt lehet, hogy a játékosoknál van egy-két probléma. Már inkább Mouse oldalról tudom ugye ezt mondani, mert ott még nem történtek vásárlások. Aha, most egy gyors szerveresi. Megkapjuk a hangot, és akkor reméljük, hogy akkor nem sokára a matchpause felirat is eltűnik majd. Ez már jó jel. Teljesen in-game hang, mert tényleg, ahogy mondtad, az a matchpause-t tűnjön el. Minden esetre Shuhi vesz egy set berettát, talán jönni fog még egy. Ránát fura itt pisztolykörben nyúkon, ugye itt mindig arra szoktak egyet elhasználni rendes körökben, fegyveres körökben, hogy nyikorgó sajtot kirobbantsák, de pisztolykörökben úgy, hogy mellé nincs sok utility, úgy nem túl gyakori. Lehet megint az lesz. Most ha azt nézed, most egy heg, egy flash, az amit tudsz csinálni, kihegeled ajtót, flash-elsz nyugatra és abba arra ki lehet poppolni. Meglátjuk majd. Nyilván ugye akkor az a P250 az tovább kell kerüljön majd Kevláros játékoshoz. Na, vissza Misternek, így van. Iceberg kapja a nédet, Lucky-nál marad a flash. Ez a P250 még kintén kifejezetten hasznos, hogy meglegyen table is az egy hit fej potenciál ugye a távoli range-ekre. Úgy néz ki, hogy végérvényesen eltűnt, a match paused felirat megtörtént, a bevásárlás mind Sashi, mind pedig Mouse oldalról, ezzel pedig kezdetét is veheti a mérkőzés. Hát és jöttek igazából a dual berettek is, pontosan ahhoz a két játékos az, akit mondtam, Torzsinál, illetve Brolinnál másik oldalon, egy darab vakító lesz még Shuinál. Na és akkor nézzük ezt a Sashi kört, egyelőre nagyon néz ki, hogy nem egy ajtó pop lesz. Akiek silón próbálkoznak majd meg, és Iceberg, de ezt az ajtót szeretném már nagyon kirobbantani. Lehet keríteni próbálják majd az A-t, és Mr. itt P250-nel keresgeti az ellenfeleket, az első kontakt meg is történt, de se spotolta is az ellenfelét. Én az első fregre viszont még várni kell, nyugatettől fognak majd ugrálni le a Sashi játékosait, vezetik itt már eléggé közel, Sershon lehetne gondban, viszont ő meg tudja lőni az első freget, Roland szintén rá tudja kontrázni, majd Kvezerre válaszol, és akkor most lehet keríteni ezt az A-t, ahol Torzsi már előre tolta a rámpát, viszont Lucky. Egyelőre ők még nem találkoznak, majd most megláttak. A Porsche az ellenfelé session, viszont elhullik időközben, ez így egy 3v3, viszont még lassítva van nagyon ez a kör. A Torsinak lesz kulcsfontosságú ez a kontaktja, nagyon-nagyon számítanak erre a rampa agróra, talán meg is történt az oda-vissza spot. Letisztázzák duplán, de Torzsi pont abban az ütemben jött vissza, lehet, hogy ez a late flank így késleltetve lesz a legjobb, Iceberg pedig ki lesz fejelve, és 17 HP. Na most megjön Torzsi, a sebzés nem rossz, de nincs meg a frag, és kapni fogja a dupla píket, az elég veszélyes, egyet magával tud vinni, Kvez tud trédelni, végezetül 1v1 marad, Jimpat kontra Kvez, óriási HP fölény Kveznél, és be is húzza ezt az 1v1-et, így Jimpat megpróbálta elsőre végigszedni, de nyilván ezzel együtt már nem volt sok esélye, így a Sashinak megvan a nyitókör. Egy észre ráadásul, tehát Kvez HP veszeség nélkül észelt le, ami valljuk be, hogy így nem sűrűn szokott megtörténni, simán egyszerűen csak végig trédelgette a társait, meg is tudta nyitni a T oldalról úgymond a kört. Nagyon szépen összerakott támadás volt a Sashitól, és kicsit sikerült meglepni, én azt gondolom, a Mouse játékosokat. Egy kulcs pillanat volt, amit kiemelnék, ketten kizártak úgy ajtóba, hogy a heavenös játékosok a plantoróra megindulhattak volna eléggé gyorsan, akkor abból lehettek volna problémák, de azért ez a tipikus 19 lapot húztak és összejött nekik. Torzsit letegelték, aki viszont vissza tudja tegelni Kebit. 30-es 31 HP-val, azt lehet mondani, hogy HP szempontjából a Mouse még jobban áll, viszont fegyverzetileg abszolút nem, mert ugye a Sashi nyerte a kört. Ezért ott vannak az Alkák, Galilok, illetve egy Mekten. A CT pedig úgy néz ki, hogy forszolnak.
vagy 1v1 lett itt a legvége. Scout MP9 UMP upgraded pisztolyok, de hát abszolút nincs szinte már semmi gránát, csak egy füstbrol lenne a... Hát nyers erőből kell ezt a kört így megoldani, és jónak tűnik egyébként a Sashikolja, itt nagyon A irányába próbálnak keríteni, ahol egyébként még mindig tartózkodik közvetlen közelben kettő darab védő. Brolan és Rui kéz a kézben kitolják lobbit, és itt kontaktolni fognak, csak ki lesz az első, nagyon úgy néz ki, hogy ott Rui, hát nem, rampa fele pont nem volt támadva, egy kicsit elbambultam, és visszajönnek iQuest-nek, így viszont nagyon jó lesz a timing. Most jön le létrán, elmennek egymás mellett, Quest a legjobb ütemben fordul vissza, ezt vissza kell trédelni, Quest meg tud szökni éppen, ez viszont egy kulcsfontosságú, le kéne kapcsolni Quest minél hamarabb, de hát létráról nem lehet, 3 HP-val él túl Quest, és hát ez már a hosszatatlan kategória. Ha megvan az a kill, az a 4v3 simán meg lehetett volna azt próbálni, de így a veszett fejszenyele, menti a maradék 3 fegyvert, a mouse, a 2-es számot pedig már most oda lehet írni a Sashi neve mellé. Hát a csak következő kör ugye Echo lenne a mouse-tól, de így, hogy lesznek legalább Dezik, meg egy Scout, reméljük. Jó, szerintem szeretném megtartani ezt a Dezit, és meg talán upgrade-elhet is majd egy fegyverre a bombarobbanás után ki tud jönni, és itt szerintem ide piros mellé le fog robbanni. A fegyver kimegy érte? Nem. Inkább jobb döntésnek tartja. Oké, maradjon meg legalább a Dezi, a Kevu, és akkor nem USP-kkel kell operálni ebben a körben majd. Torzsinak a pénzét elnézve, talán a következő körben még akár AVP-szet is, sőt, nem is talán, hanem majd biztos. Többiek pedig majd tudják venni a teljes szettet, viszont ez még egy könnyebb kör lesz így a Sashinak. Van ugyan két Dezi, Kevlárokkal, illetve egy Scout, ez egy jó kombináció összesítésben. Ugye Torzsi tud tegelgetni, a Dezivel pedig egy testét rebe lehet fejezni. De nyilvánvalóan itt meg mindig sokkal nagyobb előnye van a támadóknak. Iceberg pedig robog előre kintim. Elég sok kontrollt szereztek már most. Utás is robog. Ujjajó! Hollan el tudja csípni Iceberget. Kilógott a nem pont füstszélén ellenfele. A jéghegy csúcsa, igen. Mélyen még a füstben volt, de a teteje pont kilógott. Hát oké, emberelőny. Mondjuk nem túl nagy kaliberű fegyvert tudott Brolan elcsenni, egy Mac 10 ütötte a markát. Ön esetre, hát jobb a semminél, vagy a P250-nél legalábbis. Többieknél pedig, hát elvétve a kézi ágyuk. Suhinál a P250, Torzsinál pedig még a Scout, amit kihozott az előző körről. Így viszont elég sok map kontrollt egyetlen egy halállal elveszített a Sashi, amit kint felépítettek, az gyakorlatilag romba is dőlt. Elkezdhetnek kontaktolva megint csak felsétálni kinten és úgy szerezni területet, de vigyázni kell, mert itt leselkedik Zershon Secretből, aki lebukott, és Torzsi mondjuk sajnos pont nem kintén van a scouttal, ő lehetne nagy fegyvertény, így viszont másodjára megint csak könnyedén meg tudja szerezni a kinti kontrollt a Sashi. Na no, viszont jó a delay-elés itt Brolannek a molójából. Egy Zershon viszont elhullik, megint az egy szép lövés, viszont nagyon szeretnék itt nyugatból bevinni a Sashi csak ezt a támadást. Viszont itt egyértelműen egy jó crossfire van kialakítva, ráadásul 3 emberre. Torzsi hibázik egyet, Brolerről így viszont el lehet mondva a figyelem. Egy az egyéri még mindig cserélnek, ez így már egy 3v3. Súlynak viszont nem osztanak itt lapot most. És akkor Mr. X be tudnak törni, úgy a site-ra. A CT-k ebben nem tudnak beleszólni. Torzsiék nagy valószínűséggel meg fogják azért itt próbálni. Tekintve, hogy nincs veszíteni való, a következő körben amúgy is vásárolni fognak. Most itt a kevlárok, hogy kijönnek-e. Szerintem azért az annyira feltétlen nem fontos, lát, ez egy szép lövés. Akkor így marad ebben az 1v3-ban egy Dezivel, és ő még nem bukott le szerintem, eddig a pillanatig. Aki fog most letartani, de itt már csak igazából még esetleg lakja ezt a fegyvert, akkor is impát nem tud érte majd elmenni, hogy kimentse. Legalább egy kicsit sikerül megtépáznia az ellenfélnek a bankját, Kebi 17 HP-n, neki futnia kell, mert a bomba robban nagyot. Szerintem azért ő is túl fogja élni, mivel egyértelműen. Hát mondjuk... Éppen. Igen, kiszámolták azért mind a kettőt, tehát 5 és 2 HP. Figyelj, Impactnak nem kell most kevlárt venni ebben a körben majd. És akkor így viszont jöhet egy teljes értékű vásárlás most először a CT oldalra, ráadásul Torzsán is valószínűleg jönni fog már hamar az AVP. Na hát akkor ezzel mondhatni kipipáltuk az early game-et. Van a kötelező 3-0-es konvertálás a Sashinak a megnyert pisztolykört követően. Torzsinál AVP, Lakinál úgy szint AVP, teljes set mind a kettő oldalon, mind fegyverek, mind
pedig gránátok tekintetében. Hát jöhet az első igazi ilyen megmérettetés mind a kettő oldalról. Mire mennek az M4-ek a kalasnyikovokkal szemben? Ez a nagy kérdés. Jön egy kinti füstfal egyébként, de ez inkább csak olyan terelés. Megpróbálnak eladni egy ilyen fantomnyomást, hogy... Bocsánat. Lemenjenek Secretbe, és kattog a chat, ami sosem egy jó jel. Nagyon visszavonultak a Sashi játékosai, viszont annyi a baj, hogy Brolla már kapott sebzést, így nem vagyok benne biztos, hogy ezt a remake-et, ezt a pauszt meg fogják adni a kör vége előtt. Hát... Igen. Tehát ugye hivatalos szabály szerint, de úgy néz ki, hogy igen, akkor lehet, hogy már előtte volt esetleg a probléma. Ugye hivatalos szabályzat szerint addig lehet kört újra restartolni, amíg nem történt sebzés. Hát most ugye nem tudjuk, hogy nézett ki a timing, lehet, hogy már hamarabb szóltak esetleg, hogy ezzel probléma van. Vagy csak ennyire vajszívűek az eSports World Cup-osok, bár ez, mint mondtam, hivatalos szabályzat szerint, hogy nem kellene így megtörténjen. Ugye a face match jelenleg egy másik feeden, ugye arról a magyar közvetítést nem láthattak sajnos. Itt nyilván próbáltunk egyértelműen a Mouse-ra fókuszálni, mint magyar érdekeltség, meg hát az új G2-ra, ami hogyha érdekeltiteket, akkor az megy ezzel párhuzamban az eSport 3 TV-n. Nagyotok itt minket, nem azért mondom, de ha tehetitek, akkor tegyétek ki azt is két képernyőre, mert szerintem az is egy izgalmas mérkőzés, az új G2-ra én is kíváncsi lennék, de majd maradjunk annyi baj, majd visszanézem, hogy mit produkáltak. Mire nem jó egy második monitor, ugye? No, hát akkor csapó 2, AVP elsült Torzsi kezében, meg ő is belesült egy kicsit abban a molotovba. Jön egy ilyen fél kinti füstfal, na most odaérkezik egy kicsit késleltetve a második kis iceberg. Le tud crossolni, Quest pedig füstön keresztül kapja el Brolland. Szerencsés a nyitás ebből a szempontból, az elsőnek viszont van válasza. 4v4, Egel ebben a tekintetben viszont... Abból, hogy megvan a teljes secret control a Sashinak, úgy gondolom, hogy minimális helyzeti fölénnyel azért rendelkeznek. Na hát nézzük, Iceberg már hol tart. El tudja vágni teljes mértékben a rotát, és hogyha esetleg itt csatiból akarna fölmenni, az azért elég veszélyes lehet, úgyhogy én itt inkább azt gondolom, hogy itt majd a B-t próbálják meg bekeríteni. Ahol viszont Sersionék azért már be tudnak setupolni, mint abban, mint pedig single door le van tartva. Kebbit akarják majd lejuttatni a bombával. Szerencsém van egyébként, hogy nem igazán tartja senki. Viszont így, hogy itt van ez a setup, ez így fájdalmas lehet Jimmynek, megvan kettő. Icebergről viszont még mindig nincsen információ, nyilván viszont visszafordul, de nem számít már. Iceberg a második játékosra, Quest marad 1v3-ban. 8-1-ben jelenleg a dán játékos, ugye nyilván azért hozzátett, hogy első körben leészelt. Ez nem gondolom feltétlenül, hogy egy annyira hozható kör kellene legyen. Mögötte van egy játékos. Szerzsőn mire kivakult, addigra igazából ez itt át letolt gatyával. Megletelt az első kör a Mouse-nak, és igazából inkább impát kellett, hogy nagyot alkosson. Na, az első tényleges egyveres kört nyeri a Mouse. Jobb később, mint soha. CT-ből mondjuk el kellenének a körök, de nyilván így, hogy elveszítették a pisztolyt, az sosem egy jó omen. Annak kapcsán még lehet, hogy egy picit hozzá lehetne nyúlni az ekonómiához, de mindegy, most ebbe azért nem akarok belemenni. A Sashinak egyébként elég necces körei voltak, amiket megnyertek, így nincs teljes értékű vásárlásuk ebben a körben. Ráforszolnak teljesen, de elég felemás a fegyverzetük, meg a gránát szett is. Misternek minden esetre megvan a nyitó, pont egyetlen egy kalasnyikóval le tudjuk kapcsolni Zersönt, aki kelletlenül agresszív volt kintim, és hogyha majd fel tudják venni azt az M4-et ott a pisztolyos támadók, akkor nyilván az még jobban megkönnyítheti a dolgokat, de Iceberg nem fogja ezt felvenni, ahogy Mister sem suhit folytat. Szétesik egy pillanat lefogása alatt ez a támadás, Jimmy pedig egy duplával zár. Hát úgy nézett ki, hogy itt a kinti kontrollt elveszítheti a Mouse, de állt a Torzsi itt a megmérettetést, a rámpa kontrollt is tartották végig, ezzel pedig a második köre is megvan a Mouse-nak. Hét, Sersion azért eléggé agresszív volt, és nagyon számított mind a kettő engőrre, ahonnan egyébként várták őt a támadók, egyszerűen csak Mister jó timingban píkelt Kim társadalának a kontaktjára, és sikerült büntetni az izraelit, onnantól kezdve pedig egy nagyon jó setupot tudott kialakítani a Mouse.
Tenni technikai problémák? Nagyon úgy néz ki. Egyedül rajta nincsen fejhallgató. Hát, mint mondtam, itt az első napokban én szerintem azért ezt így egy kicsit szokjuk meg. Legalábbis Lolon is ugyanezt tudom mondani tapasztalatból, hogy hasonló volt. Ott az első nap is egy kicsit káoszba fulladt, technikai időkérésekkel, késésekkel. Aztán annak kezdve, jól emlékszem, akkor eléggé stabilan végigment az egész. Úgyhogy itt most, itt a legelső nap mindig ilyen. Reméljük, hogy minél hamarabb sikerül elhárítani a problémákat. Bár nagyon Mr. mögé nem érkezett még olyan admin, aki így foglalkozzon úgy vele. G2 meccsel indult egyébként mindeközben. Uh-huh. 2-0. G2-nak ott Ancient Inferno nyúk, a Veto a Mongol spikkelt Ancient-öt, a G2 Inferno-t, és akkor ott nyúk lehet majd a Decider. Ugye eddig legalább van időnk, meg... van időnk? Replay jó, van időnk, már csak replay szóval lesz. Meg szeretnélek kérdezni, neked mi a véleményed erről a G2-ról? Mert ugye Mavs érkezése, oké, őt tudtuk, körülötte nagy volt a hype, mert tényleg egy nagyon tehetséges és nagyon fregerős játékos. De mit keres itt Snacks? Elég passzív-agresszívan tetted fel ezt a kérdést. Én megmondom az őszintét, hogy nekem tetszett ez a változtatás, de úgy tettem fel ezt a kérdést, ahogy mindenki kérdezte ezt az egész színen belül, mert az, hogy két napon keresztül a HLTV erről szólt, hogy annyira várjátok ezt a G2 igazolást, de mindenki csalódott lesz. Én meg így hallottam pletykákat, hogy Snacks jöhet, én nem voltam csalódott. Szerintem ő még mindig nagy dolgokra képes. Nem... rossz alapvetően. G2-nak kellett mindenképp egy irányító csere, szerintem ebben kiegyezhetünk. Egy megerősítést szeretnék azért. Micsodáról már ragudj? Egy irányító csere kellett a G2-nál. Egyértelmű. Ebben megegyezhetünk. Ez nem volt kérdés. Tehát az, hogy amikor Next a távozását bejelentették, én úgy voltam vele, hogy akkor napokon belül bejelentik Huxit. Nem. És akkor körülbelül mennyire? Két hétre rá, amikor egyik drága barátom rám írt, hogy végre megtörtént. És így mondom, micsoda, mi ez az óriási hely? Huxit kiforgatták. Nem mondom, jó. Akkor itt erre mondom, most pezsgőt kell bontani. Nem, tényleg nem akarom őt szidni emberileg. Egyszerűen szerintem nem illet bele ebbe a G2 line-ába, azért, mert nagyon nem játékosnak való, én azt gondolom, hanem edzőnek inkább. Mert nem fregerős, és nagyon azt láttuk benne, hogy tőle ez a föláldozó szerepet magára vállalta, azzal, hogy beugrik, és akkor majd letrédelik, de ez nem mindig működött egyszerűen. Viszont a játékhoz pedig nagyon is ért, mert azt meg tudjuk, hogy Dallasban, amikor ő ugye nem volt jelen, és akkor Stewie-val játszottak, mint beugróval, akkor meg pontosan tudtuk azt, hogy mennyi munkát tett bele, mert esténként leült és kidemózta az ellenfeleket, segített a játékosoknak, segített Stewie-nak, és hogy mit, mikor, hogyan. Én egyszerűen őt úgy tudom elképzelni, hogy beáll egy edzői szerepben, és ott viszont smörföl, mint az állat. Hát persze meg volt a játékos, sőt megvan, de mechanikailag azért... Hát finoman szóval voltak hiányosságai, azt hiszem ezt így ki lehet jelenteni. És ha már Dallas ugyanazt a szerepet, ezt az önfeláldozós, beugrik egy Mac-10-zel banánba, vagy D2 hosszúra szerepet, Stewie mérföldekkel jobban játszotta. Igen, mert ő fregelt is belőle. Fregelt is, és valahogy sokkal jobban megvolt a kohézió, mikor jött mögötte Nico az esetek döntő többségében, és azonnal vissza tudta trédelni. Kesedben még akár duplán is, szóval lehet, hogy ha ránézünk nyersen a statisztikákra, akkor azt mondhatnánk, hogy ott Dallasban egyébként Stewie nem szerepelt jól, de ha a számok mögé nézünk, akkor ez egyáltalán nem igaz, mert olyan lehetőséget teremtett a csapatának, meg a csapattársainak, ott legtöbbször ugye Nikónak, amiből hát területeket szereztek, sokszor emberelőnyt kovácsolnak, és hogyha ugye a nyitót is megszerezte, az már csak habatortán. Mellette ugye nagyon sok mindent segített, például kommunikáció terén, tehát ha belehallgatott valaki a Dallasos Voicecoms videókba, amiket egyébként nagyon ajánlok, nem csak a G2-tól, hanem minden csapattól. Ajajajaj, ez egy kicsit hangos. Tehát, hogy mindenkinek ajánlok, mert nagyon sok mindent lehet belőlük tanulni, és akár vagy érdekességeként belelátni a játékosoknak a kommunikálásába, hátterébe, hogy egy-két szituációt ők hogy dolgoznak föl. Akkor Stewie-nál is azt lehetett látni, hogy nagyon sok nyomást levett a játékosok válláról, és ő is megmondta, gyerekek, ne izguljunk, nem kell túl kommunikálni a dolgokat, minden menjen, ami fontos, és hát jól is sikerült, ugyanis megnyerték azt az eventet a Vitality-vel szemben, viszont a technikai hiba elhárult, úgyhogy menjünk is vissza a saját mérkőzésünkre.
Na hát lejöhetünk végre a Margóról a főoldalra, a nap közepére. Torsinál, továbbra is ott az AWP Echo kör, szóval ez egy sima harmadik kéne legyen a mouse-nak. Egyetlen egy upgrade-elt pisztoly, egyetlen egy gránát sincs. Itt megeszem a kalapom, hogyha bármi extra történne, már a bombaplanthoz is egy kisebb csoda kéne a Sashi oldaláról. Az első pedig most jó utemben tolja előre kint, itt Torzsi így át is rotálhat akár rámpára, akár árakóra. Úgy néz ki, hogy rámpa fele megy, így az akció legjava véletlenül Suhira, illetve Prolnar fog várni. A 20-as táru M4-el azért oda kell már figyelni a Glocklingokkal szemben, de nincs probléma, úgy néz ki. Sebzés azért történt, a Suhit, illetve Prolnart elég lofápérra lőtték, de Frag nem lett belőle. Megvan a 3-3-as egyenlítés így a mouse oldaláról. És ez meg mennyire jól is jött nekik már itt kapásból, főleg ezzel a flawless körrel, hogy 8000-ek, 7000-ek vannak. Úgyhogy itt bankilag egyáltalán nem kell félni majd mouse oldalról. Azt nem mondd, hogy technikai hiba. Jó. Vagyis hát még nem jó, egyelőre csak egy replay. Figyelj, kellett félteni Suhit egy másodpercre azzal a 20-as M4-jel. Hát én féltettem is, főleg amikor ott elindult a rota és szállt mindenre, csak az ellenfélre nem. Egy freget be tudod gyűjteni, de ott volt Brolin, ott volt Torzsi, akik ki tudták, hogy segíteni. Így jött össze tehát ez a flawless kör. Face game pedig még csak most kezdődött. Hogy, jobb látod? Később, mint soha. Igen, úgy néz ki, hogy mi jártunk ezzel a legjobban. A G2 időközben 4-0-ra vezet, és a Faze ugye a FlyQuest ellen játszik. Hogy én azt gondolom, hogy az se feltétlen egy olyan párosítás, ahol le tudnánk kapásból győztest mondani. Viszont az a FlyQuest az mindig olyan csapat, hogy tudod, hogy megjönnek az eventre, és akkor vagy a toppon vannak, vagy első között kihullanak. Úgyhogy számomra ők egy nagy kérdőjel. De a kettő között nincs semmi. De tényleg nincs. Még Sydneybe mentek nagyot, ugye pont hazai pályán, azt hiszem. Emlékeim nem csinálnak, ott rájátszásba is jutottak. Meglátjuk, hogy itt a Saudi helyszín mennyire fekszik nekik. Van ilyenkor a nemzetközi, vagy a nem is nemzetközi, nem a távoli csapatoknál mondjuk, akik távol-keletről jönnek, azért figyelembe kell venni ilyen dolgokat, mint a jetlag. Na de erre kicsit később visszatérhetünk. Jön az ápok, vesz, kap egy fejest, kemmilövővel végezett el az entry-t, Suhi egy, az elsőnél a következő, és akkor ez az átámadás így gyakorlatilag, bár Mikinél ott vannak még mindig ketten, de jön a dupla peak a mouse oldaláról, Kebire kicsit megkésve, de jön a trade, Mr. marad 1v3-ban. Jócskán nyerhetetlenek tűnik, Torzsi! A timing nem kedvezett neki, de gyönyörű volt a visszaflik. Nagyon veszélyesnek tűnt ez a lendületes ápop, de valahogy nem volt elég kifinomult ez a támadás. Eléggé megkésve érkeztek a játékosok egymás után Sashi oldaláról, és így könnyűszerrel megoldották ezt az AV-dők. Jött a rota is időben, így 4-3-ra a mouse átveszi a vezetést. Jól látni, hogy Torzsi ennyire gyorsan visszatért a top formához. Pár hete még néztem az egyik streamét, amit közvetlen nyaralás után volt az első pár fészid. És akkor egy kicsit kivolt magára, hogy fú gyerekek, nagyon nem megy, nagyon rossz vagyok. És hát figyelj, annyira sokat nem kellett rávárni, hogy itt ténylegesen megint top formát tudjon mutatni. Sashi, én most half buy-on, és nagyon gyorsan le tudtak juttatni már egy játékost. Exitbe egy Brolinnek kell majd figyelni, mert mögötte viszont még vannak négyen, úgyhogy ha elkezdené túrni a füstöt, akkor lehet, hogy ki is esnének akár onnan egy páron, de nem, teljesen ingyenesen, info nélkül le tud jutni a Sashi, szóval Sersion valószínűleg itt, ezt várni fogja majd, és egy kicsit közelít egy másik engőre az AK-val, nagyon passzívan megpróbálja tartani, és maga előtt viszont sok játékos lesz, és elvált véletlen, az első lövés után ezt Mr. viszont büntetni tudja, azonnal poppolnak le. Így viszont Bére rámpa ki lesz füstölve, Impact megpróbálkozott nagyon gyorsan betörni, de Mr. kifejelte őt. És innentől kezdve pedig ebben a 3v5-ben lehet, hogy egyszerűen csak ki kell jönni ebből a körből. Ah, így meg végképp. Mindig ezek a Tech9-os vásárlások a legveszélyesebbek. Valahogy ezekkel mindig úgy Porsot lehet törni a védők orra alá. Torzsitól ez még szép, de nem biztos, hogy élve ki tud jönni. Nagyon sok sebzést kap, még egyelőre életben, ahogy Suhi is. Most, hogy ott le tud menni fedezék mögé Torzsi, ez jó, csak szépen lassan érkezni fognak mögé rámpáról is a támadók. És nagyon-nagyon a garázsra fókuszál, épp meg tud szökni, csak vissza kell célozni rámpa fele. Elhullik Suhi, és véletlenül ez a sorsvár itt Torzsira is, Mr. az, aki felteszi az íra a pontot. Hát kár érte. Azért nem volt sok utility ugye a Sashinál, hát ezt a keveset pont arra használták el, hogy lesétáljanak Secretbe, és ott a közeli távon pedig ki tudták használni a Tech9 adta előnyöket.
Hát meg itt ez a szerső hiba. Egy picit, picit türelmetlen volt, én azt gondolom. Tehát itt, hogyha csak letartja azt a szöget, akkor belesétáltak volna így a célkeresztjébe. Itt viszont ugye píkelt, megijedt, ketten voltak előtte, elváltott, hiba volt. Nyimphát is szerintem egy kicsit türelmetlen volt, megvárhatta volna a társit, de megértem, hogy ő miért próbálkozott meg betörni nagyon gyorsan. Talán egy frag ugye összejön, ki tud jönni utána a rakóról 4v4. Most pedig Lucky tudta megnyitni ezt a kört már, Brolin, egy válasz. A füstök miatt vissza tud zárni, ebből viszont elkapja Suid, hogy tartja az ember elő, hogy eddig a pillanatig konkrétan a Sashi, és a Mouse meg is tudja ezt fordítani, ráadásul egy 3v3, egy nagyon gyors 3v2, Brolin, illetve Torzsi remekel az elmúlt pár körben, ez és Mister maradnak, egy ember hátrány a szituációban, a bomba viszont egyelőre még messze van, úgyhogy ezt be kell gyűjteni, Torzsi viszont le fogja tartani itt lobby bejáratát, és be is tolja ajtót, mert itt Mister nézhet bele. Az AWP célkeresztjébe, Kvezről viszont egyáltalán nincsen info, úgyhogy Torzsi valószínűleg el fog hullani. Mondom ezt én, aztán végül elfog, és akkor 2v2-ben maradnak Brolinék is. Hát Brolinról pedig pontos info van. Talán még Jimp, hát helyzete lehet kérdőjeles itt a Sashi számára. Brolint lekapcsolják, és nagyon hevőre tartanak. A timing nem rossz, Jimp. Megvan a második is. Gyönyörű 1v2, talán egy icipici szerencse is kellett hozzá, hogy pont line-up-oljanak az ellenfelek, de hát meg kellett tartani azt a sprayt. Jimmy pedig ezt tökéletesen oldotta meg. Ezt hívják úgy, hogy kellett, nem is pici, hanem a nagy szerencse, mert el is tudta timingolni mind a kettő támadót, ott volt előtte a line-up, és a többi pedig skillből kellett megoldani, mert az biztos, hogy itt én nem tudnám megtartani sehogy se ezt az MNA sprayt, elképesztő. És ráadásul itt egy kicsit még pont, hogy a feje látszódott csak ki a második játékosnak, és arra kellett letartani a kontroll, gyönyörű egyszerűen, amit itt a finn játékos csinált, és nagyon kellett is ez a Mouse-nak. Mindig félek, amikor a kameraképet nézzük, megmondom az őszintét. Mert itt beleakadhatunk megint technikai galibákba, de úgy néz ki, hogy most nem ez fog történni. Vásárlás ugye egyértelműen Mouse oldalról, és a Sashinál is volt még erre pénz. Így AK, illetve most Icebergnél lesz egy megtenni. Kíváncsi vagyok, hogy a megtenni mit kezdenek. Most már egy gyors kör érik, én azt gondolom, itt a nagy fegyverekkel is, mert eddig csak Glockokkal és Tech9-os vásárlással láttunk ilyen gyors poppokat. Itt lehet, hogy elkezdenék félni, vagy aggulni a Mouse helyében, hogy lehet, hogy egy gyors al fog érkezni. Vagy egy gyors kinti, az is egy jó megoldás. A Secret ez már működött ugye a Sashinak. Most csak egyetlen egy játékost küldenek le, talán ez az ilyen standard dolog, amit csinálni szoktak a csapatok. Lurkre lent van Iceberg, és nyilván ezt a tényt ezt tiszteletben kell tartani a Mouse-nak, de igazából sound cue nélkül, hangkiadása nélkül nem tud innen kijönni Iceberg, vagy valamelyik ajtót kell kinyitnia, vagy ki kell lőnie ott ablakot. És nyilván most már azért kapizsgálnak a Mouse-osok is, lejött Chimp, hát teljesen. Egyelőre nem meri felvállalni a kontaktot egyik játékos sem. Jimmynek viszont így lehet egy jó pozia majd, de most Iceberg elárulja a sajátját. Én pedig lement site-ra. Azért úgy gondolom, hogy Iceberg is számítani fog erre, de egyelőre ez csak egy terelés volt. Próbálta eladni ezt a lenti offenzívet, közben pedig bemennek a támadók ára. Kabinak megvan egy, Szersion válaszol. Jön a trét támadó oldalról is, Shui pedig egyet tud csak magával vinni utána Mister. A halálból trédeli vissza magát, ezzel tartja az emberönyét, a Sashi lekerül a bomba, innentől kezdve az idő is nekik kedvez. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt így meg fogják próbálni Torzsiék. Hát itt Torzsi közeledett még heaven fele, de mégis inkább visszavonulót fújtak. Egy Jimpát talán még egy gyors reget meg tudott volna szerezni, akkor meg lehetett volna próbálni. A 2v2-t így viszont az már nem releváns. Jó köröket játszik azért a Sashi, tehát azt azért meg kell hagyni, hogy azért szépen összerakják ezeket a támadásokat, és a Mouse-osokat meg tudják lepni, tehát itt Brolin a fejét kapkodta, hogy hol lehetnek támadók, egyszerűen csak hátba lőtték, majd a Sershon áttört a füst mellett, sikerült egyet trédelni, de azonnal jött rá a válasz. Jó játszanak ezek a dánok, és hát nem véletlen nem kellett őket félteni az egész eSports World Cup előtt, de is azért soroltad, hogy hogy jutottak ki erre a kvalifikációra, milyen kaliberű csapatokat vertek meg, és ezt szerintem nagyon gyorsan meg is tudják mutatni itt is, hogy abszolút relevánsak. Hát 5 kör már támadóból már most elég jó. Ezek a vásárlását CT-knek, egy CZ, lehet ebből 6., aztán meg még akár 7. is. Igen. Lehet itt egy duplát vagy semmit, hogyha mondjuk a Mouse nem tud fegyvert menteni.
akkor nagyon gyengécske lesz az utolsó körös vásárlásuk, de egyelőre ez még feltételes mód. Várjuk meg ezt a kört, hiába a gyenge utility, meg gyengébb fegyverszett, azért vannak itt M4-ek, meg van egy AWP. Fimi az előzővel megmutatja, hogy mit is tud. Lekapcsolja Quest. Hát sajnos az a fegyver, amit Quest kezéből kilőttek, nincs nagyon felvehető helyen. Suhi mondjuk pont megpróbált ugye besétálni oda Squeakybe, de Lucky azért résen volt. Elkapta ellenfelét, így marad a 4v4, Egel, ami az ember arányokat illeti. És megint kicsit csillapodtak a kedélyek a korai agró, meg a korai kontaktokat követően. Egy perc hátra, és a Sashi most fog újra tervezni. Hát csak a kérdésem, mivel kettő füstjük van, ugye? Nagyon úgy néz ki, hogy inkább nem a kintit fogják erőltetni majd. Be lehet akár fékelni egy altámadást. A Brawler nem tudom, hogy észrevette pont az ellenfelének a kezét, de szerintem nem. Lucky-ékra viszont a lehető legjobb ütemben érkezik itt Rampere egy delay előfűst. Brawler, az árnyék az kedvezni fog neki. Innentől kezdve pedig majdhogy nem lebukott ez a támadás, nem fognak arra menni. 5 másodperc, itt Jimpátnak kötelező mód figyelnie kell, és ő is inkább visszabzár, pontosan tudja, hogy itt Rampán lehetnek majd a támadók. Nem lesz idő egyszerűen. Itt ezen a ponton, én most már abban gondolkodok, lehet egyszerűbb lenne szévelni, meg volt egy nagyon erős Rampa setup, Jimpát, illetve Szersőn is lőttek egyet-egyet, Kepi pedig 1v4-ben, inkább már az alkáját szeretné kimenteni. Brawler, még akár hátba lehet lőni. Nem fog átrenézni Kepi. Ujjaj. Ez Brawler pedig már ki is sétált, ebből akarok köszönni szépen. Jó, akkor ebbe így ők megegyeztek egész egyszerűen. Kebbé kifokozni egy alkát, többieknek pedig mivel a fél idő utolsó kere kötelezően mellé kell vásárolni. Szép védelem volt most a Maus-tól, és nagyon jó volt a read, de én azt gondolom, hogy lehet jobban megérte volna amúgy ezt három emberrel szévelni, ott 20 másodpercnél. Mm-hmm. Igen, nem volt nagy a lose bonus, hogy így azok a kalák azért jók lettek volna így az utolsó körre, hát most meg ami a csövön kifér persze, Galilok, egy Megten, így be kellett áldozni azért a tűzerőt, a több utility, a több gránát oltárán. Iceberg, jó timing-a robbantotta ki azt az ajtót, csak volt már egy füst az ajtó túloldalán, és próbálnak ára poppolni, illetve Iceberg próbálja eladni ezt az A-offenzívát, a többiek pedig ledroppolnak Katiba, és úgy gondolom, hogy már kapcsolta már Uzzersön, jön kinti rotára, Lucky-nak viszont így jó a timingja, nyilván még nem fog kontaktolni egyelőre, de lekerül a bomba, és itt Lucky-ra érdemes odafigyelni, mert hogyha jó temben érkezik meg Secretbe, akkor könnyedén hátba lőhet kettő, vagy akár három védőt is, minden esetre egy gyors trét. Lucky ellövi a lehetőségét. Nem rossz a sebzés, de ez így visszanyalhat még, hogy nem lett meg az a frag hátba lövi végezető, Suhi 5, 2v4, az idő még mindig a Sashi-nak kedvez. 20 másodperc nagyjából a bomba robbanásai. Jönnie kell a mauzosoknak, lassan nem lehet túl sokáig az időt húzni. Elholik végezetül Mr. 1v3-ban Quest. Megvan neki az első, de Brawler ezt végig fogja szedni. Jimmy még azért mihez tartás véget megszerzi a freget így. Hát kicsit neccesen azért, de begyűjti a félidő utolsó körét, a Maus 7-5-re nyer, de mi pedig most elmegyünk egy kicsi szünetre.
Abszolút meglepetés csapata lehet akár a Sashi ennek az eventnek, ugyanis én megmondom az őszintén, kevesebbet vártam tőlük, viszont nyilván itt az egyik legerősebb pályájukon tartunk, és ötöt tudtak támadni a Mouse ellen. Ugye most itt az oldalcsere után megnézzük, hogy CT oldalon mire képesek, Mr-rel is kezd darálni, Impat erre viszont válaszol, Iceberg nem akad be semmi, aztán csak összejönnek egy dupla végül, Suhi erre reflektál, de ezért még mindig ember hátrányos egyelőre a Mouse-nak, vezék. Hát itt súlya, hogyha el tudsz lisszani, akkor talán be tud gyűjteni még egy freget anyag egyedén, viszont ez nem adja meg erre a lehetőséget. Dorzsi maradt pillanatok alatt 1v3-ban, viszont nincsen bombája, de pozíció előnye talán még lehet. Csak létráról nem túl előnyös felmenni, először letisztázza a rámpát, de aztán úgy gondolom, hogy vissza kell menni, és előnből lehet próbálkozni majd kintiről, de Dorzsi inkább visszamegy lobbiba, lehet, hogy ezzel a késleltetett offenzívával még jó lehet neki a timing, de három ember az igazából elég, hogy letartsanak majd, hogy nem mindent. Piki, hát Nyugat, illetve Heaven, nyilván valakinek váltogatni kell a pozikat, de tudnak rögtön egymás mellett legalább ketten akárhova is píkel Torzsi, szóval a trade potenciál az abszolút megvan a Sashinál, akármit is csinál Torzsi, a bombát mondjuk el tudja csenni, és hát pont azt számolgattam, hogyha elmegy rámpára, akkor talán végig is tudja azt walkolni, de úgy néz ki, hogy visszafordulsz Quickre, ez egy ingyen frag, a trét pedig egyelőre nem jó, és le tud droppolni Torzsi csatiba. Lehető legjobban csinálja meg ezt az 1v3-as szitut egyelőre, a bombát egészen biztosan le tudja tenni, rámpáról viszont már érkezik az egyik CT. Ha, Lucky, egyelőre nincs meg róla az info, Torzsi, most már leszpotolta az ellenfelé, duplára kell majd figyelni, nem fog majd jönni a következő támadó, viszont tudja izolálni így az óra miatt az 1v1-eket. Ijjjjjjjj, nem jött össze végül, Lucky 18 HP-n valahogy túléli. Fesz pedig megérkezett egy lezárással, újabb pisztolykör győzelem. Ez most itt Dán oldalról, 7-6-ra tudnak zárkózni, és a kérdés az, hogy egyébként a Mouse a bombon miatt megveszi-e a fegyvereket. Vagy lehet, hogy egy half buy az ami jobb lenne nekik. Akkor ugye, hogyha most ráveszik, elbukják, akkor a Sashi akár följöhet 8-7-re. De hát én azért azt gondolom, hogy Amos-ban van annyi most jelenleg, hogy is mondjam, erő meg magabiztosság, hogy ráveszik. Így is van, 3 Galil, 2 Megten. Kevés Granat, úgyhogy én azért egy gyorsabb kört várok. Igen, ugye nörfölték ezt a bombaplan bónusz, de a 600-assal is. Úgy gondolom, hogy maradt a meta alapvetően ez, hogy ráforszolnak teljesen a támadók. Ha egyet lősz már, vagy leteszed te a bombát, akkor nagykevó Galilt tudod venni, és akkor van mondjuk két játékosod, aki beáldozza a tűzerőt ugye a több utilityért, most éppen Suhi, illetve Brolland. Ők csak egy-egy megtízest vettek, de így is egész korrekt ez a force vásárlás így a Mouse oldaláról, és ez kvázi egy duplát, sőt egy triplát vett semmit ilyenkor, mert az 1004-es loose bónuszba vissza tudott taszítani a CT-ket. Nyilván azért egyértelműen a CT-knek van meg a fölénye ilyenkor, de hát a repülő megtel, Brolan lekapcsolja Quest, aki hát egy kicsit elrontotta azt a sprayt, de azért itt Brollannak is résen kellett lenni. Lucky egalizálni tud, ami az emberrányokat illeti, Suhi pedig jó ütemben érkezik meg a Megten, mondjuk nem a legjobb erre a range, de így is beszúrja az elsőt, aztán koppan a második játékos áldat, de nem lesz trade. Torzsi pedig itt van még lobbiban, úgy néz ki, hogy nem kötelezték el magukat a Mouse-osok itt a rampa control megszerzése után a bérakó mellett. Sok fog múlni a timingon, viszont Torzsi nyitja az ajtót, Mr-ék gyorsabbak voltak ezúttal. Jönnek viszont a többiek, kell, hogy legyen egy Mr-ről info, Suhi-től pedig tökéletes a trade. Nagyon jó temben pusholta le ellenfelét. Satira viszont figyelni kell, lofhápésak nagyon a Mouse-osok. Itt egy vérfürdő lehet, hogyha Iceberg jól fogja ki a timingot. Jimmy jön elől, megvan neki egy, megvan kettő. Lofhápésak mind a ketten táncolnak a silókörön. Suhinak megvan a trade végezetől. Hú, abszolút kiélezett 1v1 volt ez a végén. Gyönyörű próbálkozás Icebergtől, de nem tudja abszolválni az 1v3-at. A Mouse-nak pedig kifizetődik a force vásárlása. Hú, itt mi lett volna, hogyha Iceberg egyszerűen csak lenyomja a duplavét, amikor meghallja, hogy plantolnak, és csak végig dalált volna itt három embert. Elképesztő megoldás lett volna az ő részéről, viszont Suhit kell dicsérni, aki nem kezdett el táncolni itt rakó körül, hanem megpróbált kicsit kipozícionálni, és így a crosshair placement az nem volt a toppon Icebergnél, az viszont egy jó tegi Torzsira. Ketten is ugráltak, simán lehetett volna akár ebből egy kollat, de
kicsi szerencséje volt a Mauzak. Lucky nem igazán remekel, de hát nyilván azért egy olyan AWP-sről beszélünk, aki T-oldalon kellett, hogy játszom most itt nyúkon, az alapból nem a legelőnyösebb szenárió. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy föl tud-e tápászkodni innen. Majd nyilván AWP kerül a kezébe, Brolin. Megpróbálna nyitni. Megadják neki a lehetőséget, viszont Lakiék már visszazártak teljesen passzívra, megérkeznek a kinti füstök. És Brolin lehet, hogy Joy-ja azt a nédet. Éppen le is esik. Innentől kezdve elkezdheti majd a kinti kontroll kiépítését a Mauz, amiben Kebiék nem igazán tudnak beleszólni majd. Nem rotált még le senki B-re egyébként a védők közül. Lehet, hogy itt inkább besztekelik majd az át, és ha B-re megy a plant, akkor pedig mentenek egyet. Kövi kör amúgy is ekkó lenne, és legalább lehetne tartani ezeket a forszolt fegyvereket. Mi egyébként egész jó poziban, nem hiszem, hogy erre számítani fognak. Ha jó timingot píkel, akkor könnyen szerezhetik fregeket. Megvan egy, megvan kettő. Ajj, ez így fájó a Mausnak. Sőt, főleg úgy, hogy Zersyn kapja a teget, minden. Aztán vissza tudja lőni Lakit. Ez még így oké, és megvan a fegyverzeti fölénye mondhatni a Mausnak, de ketyeg az óra, és néznek Torzsi valami Zersyn HP-ját. Igen, Kvez ráadásul végig tolja rámpát, pontosan megvan az információ, hogy itt lobby teljesen üres, és hátba fog érkezni majd, mint a támadáshoz. Ajajajajajaj, nem jönnek össze valahogy a fregek, és így rimpát. Óriásit fejjel Icebergre, Mr. viszont erre tud reflektálni, aztán Kvez megérkezik, és itt ezen a ponton már tényleg nincs idő, Torzsitól ráadásul hibázik is az a spray, és inkább ki kell hozni ezt az alkát a következő körre, megnyeri valahogy egy ilyen vásárlással a Sashi, viszont nem igazán lesz annyira jó pénzük azért itt a következő körre. Nyilván ugyanez igaz a Mauzra, ők azért talán megtehetik, ott láttam ilyen 3400 és 2000 körüli összegeket, hogy nem vesznek ebből semmit. Tehát itt egyértelműen Kebi alkotott óriásit, aztán pedig egyszerűen túl lassúzta ezt a kört a Mauz. Tehát egy kimentett alkás, Sershon vásárol egy Galilt, és hát az emellé pedig mindenkinek vennie kell szintén. És hát akkor a Sashinál meg 3M4-2 MP9, mint mondtam, nem a legerősebb set. Hát örülnek, hogy egy ilyen vásárlással nyerték az előző kört. Tehát itt Torzsinak kéne remekelnie, meg aki közel áll hozzá tűzerő tekintetében, az ugye az Ershon a Galillal. Nem volt másik opció, rá kellett forszolni, és nem rossz ez a rámpa kontakt. Itt crossfire-be fognak belenézni, így is elég okés, ahogy amit intézett eddig a Mauz, de Kábi lekapcsolja Brolin, Zersyn visszalövi, aztán Mr. Sőt, Zersyn duplázik, kintről megérkezik az izraeli. Emberölönt kovácsol a csapatának, még itt Kebire figyelni kell, csak végiglépj, ajjaj, gránát, rossz helyre mentem, megvan neki a dupla, így is tökéletes volt ez a spray transfer a másodikra. Gyönyörű jelenet sor Kebitől pedig, Zersyn visszatartott, de nem volt elég gyors, a plant pedig, ajj, nem megy le. Az a 600-as bónusz sem üti meg a Mauz market, így marad az 1900-as sima lose bónusz, erre viszont így rá kell majd ekózni egyet. Teljesen be kell küldeni mindenhova, egyszerűen valamilyen nem tudják visszalőni még mielőtt nem előne duplát. Persze ez egy gyönyörű play volt egyébként, nem droppolta le egyből rámpára, hanem oda csak egy kis korlátra, és így tudott egyet trédelni azonnal. Végül le is zárta ezt a kört. Óriásit játszik egyelőre ez a dán csapat, és arra leszek majd kíváncsi, hogy ezt csak nyúkon tudják-e produkálni, mert ugye most még mindig ez az ő választásuk, az egyik legerősebb mapjukon tartunk. Ezt át tudják-e vinni mondjuk Ancientre, ugye az lesz majd a következő pálya, ami mindenképp terítékre kerül, és hogy a kettő map alatt nem tudják lezárni a felek, akkor lesz majd még egy Mirage mint Decider, párhuzamos meccsekről pedig eredmények G2 Mongols 9-5, egyértelműen a G2-nak. A Phase FlyQuest mondjam? Látom, de mondhatod. 8-4-re vezet a FlyQuest. Anubiszon, ami a FlyQuestnek a pálya választása. Hát vannak itt azért érdekességek. A Monesz is jó van egyébként G2 meccset 19-8-ban. Jézusom. Nem emberi. Hát ő tényleg nem. Van idő egy kicsit erről beszélni, amíg Mauz ekkózik. Full blokkok végig. Egy upgrade-et pisztoly van Zersynnél, de nem hiszem, hogy azzal fogja megváltani a világot. Szeretném nézni azt a G2 meccset azért, hogy ott Snax mit alkot a hívásokkal. Most jól rá lehet nézni a statra, és akkor 4-10. Lehetne mondani, hogy rossz igazolás, de hát nyilván egy meccs, egy fél meccs alapján még azért nem lehet semmilyen következtetés levonni. Egy,
Meg látni kell a köröket ahhoz, hogy milyen pozikban játszik Snax, milyen köröket hív, mennyire dinamikus így a csapat. És hát tényleg kell azért egy jó pár meccs, hogy meglássuk, hogy mennyire működnek ezek az igazolások így a G2 részéről. Hát ők tényleg így az egyetlen egy tier-e csapat, akik ekkora volumenű változtatásokat intéztek a line-upban egy megnyert eventet követően, de hát nyilván azért itt a felvezetőben is beszéltünk már erről, hogy ez hogyan jött össze. Abszolút érett már az a csere ott a G2 oldalán. Hát azért remélem, hogy működni fog nekik ez, mert ha van csapat, akiket jó nézni, amikor remekelnek, akkor az a G2, főleg ugye kezdve a Monessi-Nico párossal. Hát és Monessi ott folytatja, ahol mondhatni a szünet előtt abba hagyta. Tényleg ez a 19-9-es statisztika, ez elképesztően beteg. Nikónak kevesebb regé van, de nagyobb az ADR-je, szóval tényleg ez a Star Duo alkotja a showt egyelőre ott a Mongolzal szemben. No de akkor itt Sashi Mauson pedig még annak az Echo köröcskének. Imán bedarálták a dánok a glokkos támadókat. Ezt követően pedig jöhet a következő Mauz nagy vásárlás. Hát én veszem meg senkit a bal fönti felirat, nem replay, ez most jelenleg live. Érkezek a kinti füstök, Lucky szeretné ezt kirobbantani, majd utána ezt kebélyek is meg fogják tenni, Idebegnek ez egy freget jelenti így, vissza is tud zárni ráadásul a dán, Lucky. Füstön keresztül próbálkozik, nem akad be neki az AWP-vel egy frag suhi, így viszont nem igazán fog majd tudni lejutni. A Rozsikét próbálnak meg lassan játszani. Hát egyértelműen, Shui. Hát, ott azt észrevett az ellenfelét, és kicsit, hogy a fejelni Lucky gyönyörű lövés az irányítótól, aki így viszont így le is tud jutni. Icebergen megint a nyomás visszazár, ezzel így átadja a területet majd a Mauznak, addig pedig letartanak. Füstön keresztül fog átcsinálni Mister, ugye minek ez így egy könnyű frag, számítani kellene a következőre, és hamarabb meglátja itt a füst miatt, ez így egy 4v2, ez illetve Kebi. Újéknek itt megvan az egész kinti kontroll, hát is zárhatnak majd akár itt arra, ami... Hát itt egyelőre úgy néz ki, hogy Kebiék is konstatálják, megvan egy frag, tehát így a finn játékosra lehet menni akár tovább, Kebi. Maga mögé kell figyelni, de róla már megérkezik hátba. Ezt a bombaplant is sújtó ráadás, és akkor Quest marad egy 1v3-ban, amit olyan szinten nem próbál meg, hogy ő már is CT-n van. Az ajtót nem lehet kinyitni. Megnézzem pedig, hogy mi van mögötte. Bebújnál oda? Bebújnál oda. Ott szévelni? Ott mentenék, igen. Vagy behasalni a aszfaltos kocsi alá. Vagy beülni a... Fú, de gyorsan akartam mondani. Mi a forklift magyarul? Targonca? Elfelejtettem. Azt Targonca, köszönöm szépen. Úristen. Na. Itt lehet tudni, hogy óriási bajok vannak. Beülsz a Targoncába, tudod, elállod itt CT-nek az útját, vagy befalazod egyszerűen ott hell bejáratát, és akkor nem tudnak jönni. Persze, tök jó, hogyha ilyen dolgokat lehetne csinálni, csak akkor azt GTA 2-nek hívnak, nem C2-nek. Igen. Hát Nikóról elég volt beszélni egyébként. Le is észelt. Ja? Pont amikor itt ment az Echo oldalra még ezen a meccsen. És nyilván nem arra a meccsre akarok végig fókuszálni, de amíg itt ment a mentő akció, addig ki lehetett tekinteni oda is. De megint ugye Monessinyi, Nico dupla, 20-20 fregen, sőt 9-9 halálon. Hát majd, hogy nem egy testvérpár már ebből a szempontból. Ahogy együtt fregelnek, ahogy együtt játszanak. Nikóék Monessivel karöltve, kéz a kézben ténylegesen. Úgy néz ki, hogy ott ugyan lehet egy G2 lezárás a Mongolz ellen, legalábbis az első pályán. Hát a Mauznak itt azért nyilván rögösebb ez a nuke, 9-9-re tudtak most egyenlíteni, és úgy néz ki, hogy nem csak a Mauz mérkőzése vagy útja rögös eddig, hanem a production is, ami a technikai részét illeti legalábbis. Megint csak belet hívva egy technikai időkérés a Sashi oldaláról, és az sosem egy jó jel, hogyha lekerülnek headsetek a játékosok fejéről. Tudjuk pontosan, hogy mi okozhatta a problémát, ilyenkor fontos megjegyezni, hogy nem lehet beszélni. Ez a szabályzat,
arra a taktikai időkérés való, amiből, hát ugye eltekintek ott az első kör előtti taktikai időkérésről, ami szerintem technikai volt, csak gyorsan meg kellett állítani a mouse-nak a játékot, akkor egyébként nem is láttunk még időkérést egyáltalán a taktikaiból. Pedig lehet, nem. Időközben pedig ugye megkapjuk az egyik párhuzamos mérkőzést, amiről ugye nincsen stream jelenleg. Legalábbis magyar adás, úgy mondom. A FlyQuest Phase, ahol... Jó, azt hittem, hogy Rain megy egy óriásit. A FlyQuest meglepő módon elképesztőt megy. Mondjuk... Igen, Vexide 18-6-os statisztikával. Mondjuk... Jó, mondjuk Kerrigan is azért egy nagyobb fokozatra kapcsolt, most itt nagyon úgy néz ki. Ugye itt a FlyQuest pályaválasztásán tartunk, és... azok után jönne egy nyúk, amit ugye a phase választott, és hogyha ez a kettő pálya nem hoz végül eredményt, akkor lesz majd ott egy Inferno. A G2 Mongo az első mapja lassacskán a végéhez közeledik, ugyanis ott 11-7 jelenleg, ami 11-8-ba fog átmenni valószínűleg, ha csak Nico 10 HP-val nem hoz 1v3-at, szerintem azt azért nem feltétlenül látjuk bele. És akkor ott tartunk, hogy majdnem nem a másik kettő mérkőzés hamarabb lesz lezárva, mint a miénk, ami leghamarabb kezdődött. Figyelj, ez a jó ezekben a párhuzamos meccsekben, hogy addig van mit nézni. Igen. Mi meccsünkre várunk, szóval... Kasztoljuk a Face Blackfest-et? Vagy csak watchpartizunk? Hát egy ilyen watchpart, ilyen podcast jellegű. Én arra vagyok. Ha, lehet, hogy eddig tartott. Igen, úgy néz ki. Jó. Én erre is vagyok, tehát az is jó, hogyha a saját meccsünket tudjuk nézni. Tehát... Itt ugye fontos megemlíteni kettő dolgot, itt még lesz mind a kettő adáson egy-egy mérkőzés, viszont not before-os az event jelenleg, úgyhogy ha 2-0-val zárul, akkor is majd egy pici szünetünk lesz, még mielőtt a másik elkezdődne. No hát itt viszont kezdetét vette a 19. kör, teljes értékű vásárlás mind a kettő oldalon. Sashi az, aki bukta az utolsó kört, de... Így, hogy volt mentett fegyver, Lucky hozta ki az AWP-t, a többieknek még volt pont annyi pénz a bankban, hogy tudjanak venni, azt nem tudom, hogy nem talált. Jó volt a boost, jó utemben érkezett, és nyilván meg lehetett volna a nyitó is Torzsinak, én, hát őszintén én is azt láttam, hogy az megvan, de hát úgy gondolta, hogy mégsem, no se baj. Ezért reméljük, hogy nem ezen fog múlni. 5v5 egyelőre HP-t. És csak Iceberg veszített 4-et, egészen pontosan elhanyagolható mennyiségű. Bérakót pedig jelen pillanatban egyetlen egy védő tartja Kebbi személyében, felsétált catwalkra. Elég erős ez a siló mögötti pozi. Hallod a chatet? Kvez, hallom a chatet, igen. Ott Kvez áll egy helyben, feltételezem, hogy nála van valami. Most már tényleg nagyon sok idő eltelt a körből, volt sebzés is. Tudom, hogy mi lesz itt az adminok döntése, hát nekik sem egyszerű ilyenkor, nyilván azért bal szerencsés egy ilyen helyzet, de azért meg csak kell tartani a tisztaságát. Igen, a játéknak, a versenyek az integritását meg kell tartani, meg a fair play-t ilyenkor, de úgy néz ki, hogy megadják megint csak ezt a remake-et. Hát én már brawlenék is sajnos, csak mosolyognak a szituáción. Őt, lehet, hogy a mouse-nál van valami? Ott én is azt néztem hirtelen. Tersionnél egész monitort elkezdték kikapni, úgyhogy hirtelen jól kaptam el. Pitch stop megint? Igen, Piciber kérdezte. Melyik eventem volt ez? És hirtelen nem emlékszem rá, amikor tényleg 5 másodpercet kicserélték, ugye a monitort, hogy puff, már ki volt patintva, mehet a game tovább. Akkor szkorcsék nevettek rajta egyet. Talán ponttal lesz a stúdiós lehet, részen. Lehet Dallas eleje volt egyébként, lehet igen. Mehet a lágy keverék fel a végjátékra, a párkörre. Én nem vagyok ilyen Forma 1-es, úgyhogy nekem itt ilyen kicsit kínai, jól beszélsz, de... De semmi kár van. Érte. Hát akkor vissza Phase FlyQuest-re. Meg a monitoroknál ilyenkor... Na, ha most ez a probléma, hogy csak nem volt kép, akkor nyilván az egy megoldás, amit lehet csinálni, hogy nézed a csapattársak a monitorját. Bár pont mindenki életben volt, szóval ha az elsőnél tényleg ez volt a probléma, akkor ezt nem tudta volna megtenni.
az Eternal Fire meccsre emlékszem, talán pont az is Dallasban volt, hogy hogy ott elszállt talán Zanteresnél a monitor, és akkor a csapattárs, akkor igen. Úgy azért hát nem kellemes játszani. Igen, és azon a ponton ott már nem lehetett behívni a Pauszt, a remake-et, szóval ott végig kellett játszani a kört, mert már fregek is történtek. Hát nem a legjobb megoldás, de hát abban a szituban, amit tudsz, azt megpróbálod kisajtolni azon a ponton. Minden esetre hát most ugye jött a remake, egy pillanatra megint csak benéztünk ide a Faze FlyQuest-be, ahol hát óriási meglepetésre még mindig elég magabiztosan vezet a FlyQuest, pont annyi a diffi, mint amennyi kell az ausztráloknak a győzelemhez. De akármi is volt itt a Galiba, akárhol ütötte fel a technika ördöge a fejét, úgy néz ki, hogy sikerült ezt kigyomlálni, és akkor megint csak kezdetét veheti a 19. kör csapó 2. Meddig 4 vagy 5 másodpercig most? Vagy most már le is játsszuk a kört? Na, most már biztos, hogy nem lesz ebből restart. Bármi történik, lekinyitja meg a kört Torzsira. Rolnék pedig erre nem igazán tudnak reflektálni, hogyha nagyon hamar kezd a dán csapat előnyel ráadásul. Ma hozzá ki kell gondolni valamit. Jimpát ugye, mint Lobby Lurk, mint letartottam, hogy ne legyen agresszivitás. És most fognak ide érkezni majd nem sokára a társak. Ugye itt ilyenkor rámpa vagy pedig A-pop lehet a végcél, és nagyon néz ki, hogy inkább erre a rámpára fognak ráülni majd, ahol viszont egy dupla setup van kialakítva itt közel, illetve Kebivel, úgyhogy nagyon könnyedén be is lehetne akár darálni ezt az akciót. Vagy Impatnál egy flash, arra tudnak popolni Kvez, egyébként eléggé agresszívan fogja. Ezzel viszont nem feltétlenül értek egyet, mert hogyha őt kikapják nagyon hamar, akkor értelmét veszheti a setup. Na, így viszont egy az egyért Kvez elrúgja a pozícióját, megbontotta ezt a Crossfire setupot, pedig szerintem itt kellett volna maradnia, és akkor könnyű szerrel itt sikerülhetett volna két oldalról lőni a támadókat. Így viszont egy az egyért, ez még mindig a Sashinak kedvez. Kicsit ilyen cserbenhagyásos volt, uh-huh. Valami őszintén. Jézusom. És így könnyen lehet, hogy ez visszanyal. Egalizál a Mouse, jó a tag, Iceberg, de nem tud fregelni belőle. Ember előny a Mouse-nál, és akkor most fog visszanyalni a fagyi, ahogy megbontották azt a rampa setupot. Kvez, hogy simán fregelni eltett volna, sőt kellett is volna. Lucky-tól a szép mondjuk, lehet, hogy még ez nyerhető. Lucky mondjuk vissza lesz trade-elve, és hát Kvez, aki intézte a cserbenhagyásos gázolást, marad 1v2-ben. Kettyegozó óra, van még bőven idő, de ha jól csinálja a Mouse, nagyon jó a setupjuk erre. Ez nem kéne, hogy nyerhető legyen Queznek, ahogy jön egy frag esetleg a Dántól, azonnal swingelnie kell a második Mouse játékosnak, hogy trédeljen. És olyan kevés idő van, hogy ezt már nincs is értelme így megpróbálni. Még egyszer bepíkelt Kvez, de úgy volt vele, hogy inkább kimenti az AWP-t. Hát végtelenül szorosra sikeredett ez a kör. Megvalom őszintén, kellett egy icipici szerencse azért a Mouse-nak. Nagyon-nagyon őket hibázott a Sashi csapata, de hát ezeket a hibákat ki is kellett használni. Büntetni kell, gyorsnak kellett lenni a Mouse oldaláról. És ezzel meg lett a 10. kör. Hát ez még egy ismétlés ugye a remake előttről, de itt van a lényeges lés. Zersöntől volt nagyon fontos az a frag, illetve hogy az ajtó tetején csücsülő Iceberget tudták lekapcsolni, akinek tényleg egy ezüst tálcán kínálta a freget a Mouse játékos, aki besétált ugye sárgából, de nem jött össze. VP okozhat még Galibát itt, de azonnal visszatrédelik. Mister van még bent egy pisztolya a szájtól. Ej, koppan még Prolan, de nincs meg a frag. Ember előnyben a Mouse, és ezzel megvan nekik az árakó is. Úgy lesz füstölve nyugat, és itt Torzsinak két irányba kell figyelni. Csatiból ugyanis Kabi fog felugrani majdnem sokára. Illetve rámpán, lebukott most már Kvez. Hopp, egy, és kettő. Gyönyörű dara. Végül a magyar játékosról. 11-9. Az a nyerekben érezheti magát most már. A Mouse jó volt a hívás nagyon. Lucky mit érzett, hogy fölugrik háttetőre az AWP-vel? Oké, hogy lőtt onnan egy freget, de azért most bevallatjuk az őszintét, ez konkrétan itt egy freget pozi, vagy egy freg sem. Úgyhogy nagyon nagy szerencséje volt. A legdrágább fegyverrel, ugye? Meg AWP-vel ráadásul, tehát hogy elnézést, normális? Figyelj, nem mondhatjuk, hogy nem működött, tehát egy freget begyűjtött, ő visszalőtte saját magát. Hát jó, de mikor az egyetlen egy nagy fegyver nálad van, akkor nem, ez nem jó. Fizetődött ki, akkor inkább játszod meg szerintem egy sokkal passzívabb poziban, lősz egyet, aztán ott hagyod a rakót.
kimented megint. Most hát nagyon-nagyon rossz pénzügyi helyzetbe sodorta magát a végjátékban a Sashi. Talán így is, vagy ezen is érezhető a rutin meg a tapasztalat hiánya. Ez ilyen nüansznyi dolgok választhatják el a tier 1 csapatokat a tier 2-től. Azok a hibák, amiket mondjuk az előző körben vétett a Sashi. Ilyen mikro dolgok, hogy megbontanak egy setupot, ami könnyen lehet, hogy a körgyőzelmet szerezte volna nekik. Kb. Minden esetre elhullik Iceberg. Jó, a pozi megvan neki kettő, most kicsit óvatlan volt a Mouse. Ugyanezt a pozit már valamelyik csapattársa is előtte egy 5-7-nel, de megint benyalják ezt a Mouse-osok, és ember hátrányba kerülnek. Elég kevés utility maradt náluk. És a Tózsi tartja Iceberget, de nem hiszem, hogy Iceberg esélyt fog adni Torzsinak arra, hogy fregeljen. Egy dolga van itt Icebergnek, életben maradni. Ameddig tudja tartani ezt a garázs pozit, fantomnyomást tud létrehozni, addig nagyon jó. Na, hát el kellett kiabálnom, azért mégiscsak belesétált Torzsi célkeresztjébe. Ez egy ingyen freg, ez a 3v3 pedig egyből jobban néz ki a Mouse számára. Mistelen a világ szeme, jó van itt most rakó mögött, ott van előtt a line-up, be is tud gyűjteni kettő freget, amire Torzsi válaszol. 1v2 viszont nincs bomba, szép. 10 másodperc, és itt ki kell menteni inkább az AWP-t. Feditre fog beülni, mondjuk Heberre még figyelni kell, ugyanis ott még van egy játékos. Ugye ez itt talán az egyik legbiztonságosabb pozíció. Hát itt két line-up tulajdonképp megnyerte a kört a Sashinak. Mondjuk Iceberg azért majdnem eldobta. Ténylegesen addig meg se kellett volna mozdulni, maximum csak a nyugatról tartania. Meddig nincs konkrét információ. Ez mindenképpen szép volt tőle, nagyon gyors dupla. Utána itt van Torzsitól a válasz, és utána Mr. előtt is ott volt a line-up, oda hátra tudta előni hamarabb, úgyhogy onnantól kezdve pedig az M4A4-jel pedig könnyű volt már közelre a sprayt letartani. Nem is kellett oldalirányba húzni a szegerét, annyira tökéletesen egyenesen a célkeresztjébe sételt be a második Mouse játékos, Jimmy. Egyelőre így életben a Sashi, bár ugye nem mapponton volt a Mouse, csak a 12-re jutottak volna el, de elnéző, hogy a Sashi pénzügyi helyzetét könnyen lehet, hogy az lett volna az utolsó szög a koporsójukba, az első pályán legalábbis, de ezt hárították még így éppen időben. Kettő túlélő játékossal viszont így sem lesz, hát mondhatni tökéletes vásárlások, ugye az AWP az egyetlen dolog, ami igazából hiányzik, meg nem tudnak bankot építeni, szóval könnyen lehet, hogy egy bukott kör, egy duplát vagy semmit, és egy lezárást jelenthet a Mouse-nak New Concert, nagyon keményet fejelt, de Lucky-nak van válasza, Roland legújabb tagját a Mouse-nak, bár hát nyilván ő is itt van egy ideje, tudja visszalőni, kellett ez. Ez jó temen érkezik meg Secretből, és könnyen meg lehet neki a második, ezt gyönyörűen játszotta meg Quez. Jimmy próbál timingot találni árakon, de sárga tetejéről Iceberg könnyedén lekapcsolja a fint. 1v4-ben suhi, és ha már itt említettem a Sashinak a pénzügyi helyzetét, akkor hát a Mouse oldaláról is meg kell említeni, hogy nincs nagy lose bónusz, ebből egészen biztos vagyok benne, hogy nem lesz bomba plant. Körgyőzelem pedig hát maximum csak a mesékben. Egyetlen egy freget sem tud elvinni magával suhi. Könnyedén lekapcsolják, és ez most kulcsfontosságú Sashi számára. Egyrészt az, hogy négyen túlélnek, tudnak bankot építeni, és másrésztről pedig, hogy bombaplantot sem, mentett fegyvert sem engedtek a Mouse-nak, semmit. Szóval most kapott a Mouse egy 1009-es lose bónuszt 11-11-nél. És hogy a potenciális utolsó körre, a rendes játékidő utolsó körére majd legyen egy teljes értékű vásárlásuk, most mindenképpen csak egy half byte szabad beiktatni. G2 13-11-re közben megnyerte az első pályát, a Face pedig képzeld el 12-10-re vezet most. Úgyhogy ők vissza tudtak kapaszkodni erre az Anubisra, úgyhogy eddig a két másik meccs olyan a papírforma. Itt azért még izzadni kell. Igen. Itt még azért izzadni kell. Torzsi Galilt vesz. Többiek pedig... hát Tech9, Dezi P250, hát lesz egy híró fegyver. Erre lehet majd valahogy építeni. Nagy valószínűséggel csak egy rampa pop fog érkezni. Amire, hogyha jól látom, akkor egyedül Quez setupolt rá. A füstölve és egy offengelt fölvesz.
itt azért a rámpát elég jól játszotta egy pár körön keresztül, addig a pillanatig, amíg meg nem bototta azt a crossfire setupot, az ott szerintem egy kicsit hiba volt. Ennek ellenére most megint rajta lesz egy kicsit a nyomás, aztán megjön a társ, és ki fogja füstölni rámpát, és akkor így viszont a végletek így lesz delay-jelve. Ez az akció, nincs ráadásul semmilyen gránát sem a mouse-tól, úgyhogy itt akár szersenék próbálhatnak meg eladni egy féket. Vagy fogja magát, és akkor lemegy Csatiba, lehuppan Csatiba, ez így viszont jó lehet, Iceberg. Utána nem szabad menni semmiképpen sem, most kell ezek után megindítani majd a rámpa támadást. Kvez, megvan egy darálat simán azzal az M4-gyel, és hát be is darálja pisztolyos ellenfeleket. Súly fel tudja venni Torzsi mellől azt a Galilt. Megvan neki egy, Szersenek is összejön egy a pisztolyjal, de Mr. Súlyt vissza tudja lőni. És Szersen kezében mondjuk ott van egy M4, de még nem váltott át, és Mr. nem is ad rá lehetőséget. Könnyűszerrel abszolválja a 12. körét így a Sashi. Igen, még itt Suhi, illetve az első tudtak egy kis borsot törni a dánok óra alá, de nyilván a körgyőzelem közelébe nem igazán tudtak kerülni. Még a bombaplant lett volna jó a 600-as bónusz a rendes játékidő utolsó körére, de hát annyival kevesebbel kell így operálni a mouse-nak, ami egy kicsit kevesebb gránátot jelent Jimmy-nél, meg egy Galilt Torzsinál. Nem a legjobb, de do or die, ahogy mondaná az angol. Ha bukják ezt a kört, akkor vége. Mondjuk a szériának még nem, hiszen BO3-ról van szó. De nem lenne túl jó a mouse-nak rögtön egy map vereséggel kezdenie ezt az EBC-t. A Szersen gyorsan piros mögött, exitbe fog egyet molózni, ugyanis onnan már sikerült egy párszor meglepni a támadókat. És ezek után fog csak oda lesétálni. Bozsék letartják lobbit, ez most egy jóval összetettebb körnek néz ki, viszont nagyon sok gránátot eldobáltak. Ezek után fogják majd megint valószínűleg megindítani a rámpa akciót, ugyanis van lent már egy lurk, Kvez. Egy fleget sem tud begyűjteni, a flash viszont sikerül ledodzsolni, meg kell várni majd a társát, Mistert. És Kvez, itt meg itt maradt rámpán, le tudta lőni Brolent, és innentől kezdve meg vissza tud majd zárni. Szersön, utána még ma szeretne píkelni, nem sikerül végül elkapni így egyelőre az ellenfelét, kimpát közben visszalőtte Kvez, viszont Kvez már duplázott időközben. Iceberg megpróbált betörni rakóra, ez így lehet, hogy nem volt a legjobb döntés, ugyanis ez így egy 3v3. Új fogja plantolni a bombát, és ráadásul egy AWP-vel kell majd ritékelni, ami valljuk be, hogy egy kicsit szerintem lassítani fogja ezt. Van két smoke, szóval nyilván utolsó kör, rendes játékedőben meg fogják próbálni, de az AWP-n kívül elég jó felszerelése van egyébként a CT-knek. No, nézzük még mindig, nagyjából 20 másodperc a bomba robbanásaig, de azért szépen lassan kapkodnia kell magát a Sashinak. Lucky most érkezik rámpáról, és nagyon be vannak szorulva, elég erős pozikra mondjuk a mouse-osok. Jimmy ugrás közben elkapja Kabit, Zercio marad egyedül a végén, megvan Lucky-nak a frag, és az fel fog jönni még, az simán feljön. Bizony, látni a játékosok reakcióit, eléggé stresszes utolsó pillanatok voltak ez ott a csapattársaktól, hogy vajon feljön a bomba, de lehetett látni a csíkon, hogy simán. Úgy nézett ki, hogy itt a mouse ki tudja harcolni a hosszabbítást az első pályán, de valahogy az AWP-vel is 2v3-ból ráadásul összejött a Sashinak ez a riték, ezzel pedig elviszik a dánok, az underdogok a saját pályaválasztásukat. Nagyon keményen játszottak, tehát azért ezt meg tudjuk mondani, hogy látszódott azért az, hogy a mouse-osok milyen fölényben vannak, mármint így AIM szempontjából, tehát a Szersön bement és néha azt csinált, amit akart, voltak hibák a dán részről, de csapat szinten jól játszották nagyon az első fél időt, meg a CT oldalt is, meg CT oldalon sokkal többet sikerült nekik is ráépíteni az egyéni játékra, meg hát mint mondtam, Lucky megérkezett azzal az AWP-vel, tehát én vártam, hogy na abból az 5-10-ből azt hiszem, ami ilyen statban volt, az első fél idő után majd megérkezhet, megjött itt a végjátékra meg főleg. Nagyon össze van rakva ez a Sashi, és mint hát mondtuk, megbeszéltük, egyáltalán nem szabad őket leírni, pontosan ezért. Ezek után már csak a kérdés az, hogy ez csak ilyen egymapos csoda volt-e, mert most jönni fog az Ancient, ugye majd, amit a mouse pickelt, meglátjuk, hogy majd ott is ilyen erővel fog nekem játszani. A timert láttátok, egy körülbelül 13 perces szünet, és utána jövünk vissza a második pályával.